so free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap, and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain. We're good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day, man. You know that I go insane. Yeah, I hit you with the bullet to the brain. Let us stop work, we go and you go in this train. You don't know what I'm gonna do. You don't know what is next. And I'm loving the fact. Truly it's making me blessed. Cause I work on my team. No snakes in the grass. And we have been trusting the wind. Because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past. Man, we went to hours, you barely got breath. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. Cause when we go in, we win in the match. Yeah, yeah. When we go in, we win in the match. So that's how we do, cause we be the best. We be the best, yeah, we be the best, whoa. Yeah, we be the best, yeah, we be the best, hey. Yeah, we be the best, hey, we be the best, yo. You wanna come on my test, whoa. You want to see we the best, hey. Y'all see that we're the best here, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, I will smack your face. Like Michael Jordan does with a ball in the basket. Oh, damn, kid, but you didn't expect it. You never really thought that this could just happen. But now I'm really coming and we pull out with the action. Cause people defeat those, they don't get it like...
Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. And the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Oh, 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 oh. Feel the emotion, follow the signs. With this emotion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is cooking. I got what you want, what you need. Before you know what you are falling deeper.
look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty boss, look almost your bright voice. I'm a freak in the sheets, back or close. I'ma grab an ass if you want it. Best you ever had, give it to you. You out for what you say to me. Look at every single need. If you got what I need, then oh, I'll take you on like a big deal. Legs you can unfill, key in ignition. Just keep me full like I had a meal. Once in a while, feel on that. I know you like it, can't fight it. I'ma let you ride the wave. I'm New York and you're LA. Come together, feel the shock waves. I'm
feel free. And I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. So I've been really well focused on success. Hey, y'all will see. Yeah, you'll see that I will get it. Cause I'm really focused, man. I make it with the rap and I just follow my path. I just follow my passion. To me, this is what's precious. Yeah, in my soul, man, I can feel it. So every single verse, man, I just gotta go and kill it, man. I gotta be the kid. I could be the guy taking you wild. I could be the villain, but good as a kid. Lately, I'm painting my path on my way. Yeah, I got no time that I can waste. So I've been sitting in the space. Yeah, making rest every day, man. You know that I go insane. Yeah, I hit you with a bullet to the brain. Let us stop running if we go and you go in the same. Do. You don't know what is next, and I'm loving the fact, truly it's making me blessed, cause I work on my team, no snakes in the grass, and we have a choice in the wind, because of the work that we did in the past, because of the work that we did in the past, man, we went to hours, you barely got breath, so I get the realm and we didn't finesse, so I got the feelings that we might be next, cause when we go in, we win in the match, yeah, yeah. When we go in, we win in the match, so that's how we do, cause we be the best, yeah. We be the best, best, yeah, we be the best, whoa. Yeah, we be the best, best, yeah, we be the best, hey. Yeah, we be the best, best, hey. We be the best, yo, you wanna come from a test, whoa. You want to see we the best, hey. You don't see that we're the best here, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, I will smack your face like Michael Jordan does with a ball in the basket. Oh, damn, kid, but you didn't expect it. You never really thought that this could just happen. But now I'm really come on and we pull out with the action. Cause people defeat those, they don't get it like...
Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. Dream of you all night. And the spell will take effect under the moonlight. Stay close to my side. We're burning so bright. Oh, oh, oh. Feel the emotion. Follow the signs. With this emotion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind. No, itt is vagyunk. Hát szép estét mindenkinek. Egy fél órás késés, de szerencsére most bázon állíthatom, hogy önni bánkon kívül.
Itt vagyunk a Sim Racing Company 6. fordulóján, Belgiumban, Spában. Ahol a srácok egy borult, egyelőre még nem esés pályán mérik össze a tudásukat az időmérő edzésen. És itt van velem két kommentátor társam, Vitányi Gergő és Erdély Bálint. Sziasztok! Sziasztok, szép jó estét mindenkinek! Hey ho, én most inkább csak lélekben. Rendben, Bálint fáradt. Gyorsan elmondom, hogy mi volt ez a malőr. Sokat nincs mit magyarázni rajta, kérlek szépen. Nem volt, nem tudom mit csinált a Kunosz, de nem volt Kunosz szerver, egy se. Minden offline, mindenkinek offline volt, disconnected volt mindene. Úgyhogy nem tudtuk elindítani előbb a versenyt. Már úgy volt vele, hogy halasztjuk, amikor éppen visszajött minden. Ez a halasztás egyébként azoknak tökéletesek van, akik sajnos lemaradtak a mai versenyről, de hát azért mégiscsak jobb, hogyha mondjuk megtartjuk ma, mert a jövő heti a verseny azért a hosszú étvége miatt sokaknak nem lett volna jó. Úgyhogy azért én örülök, hogy ez most összejött. Remélem, ha esetleg elmegy a szerver, ledob mindenkit, akkor a Kunosz megint eltűnt, az azt jelenti. Reméljük, hogy ilyen nem lesz. Hát bízunk benne, hogy megúszunk egyébként. Sajnos előfordul, nem csak ugye Sim Racingben, minden más online játékban. Internet kimaradás, szerver leállás és a többi, ezzel sajnos együtt kell élni. Ugye ha valaki esetleg nézte tavaly a Domani 24 órás virtuálist, akkor ott is meg hiába egy nagyon elit cégtől béreltek szervert, ahol futtatták, ugye az egy iRacing-es szerver volt. Hiába egy nagyon megbízható cégnél futtatták, de 24 óra alatt nem is tudom hányszor álltak le a szerverek. Ezt kiküszöbölték úgy, hogy... Tényleg csöndben kérdezem, de a virtuálomán az nem R-faktorval ment? Mert abban R-faktorba? Megszokott az, hogy rosszul mindig emlékszem? Meg... Lehet akkor, lehet, hogy R-faktor volt az, bocsánat. Valószínűleg akkor én emlékszem rosszul, de ugye leállt a szerver, és sokszor ugye ilyen virtuális safety car módban körözgettek, aztán amikor visszajött, akkor mindenki mehetett tovább. De nyilvános előfordul... megalázkodásról van szó, akkor abban az R-fak rélem van. Hát igen, úgyhogy nem is tudom, miért választotta azt a... Szeretem bájnak-e. Hát ugye a hivatalos Le Mans-i kommentátor gárdával, rendezővel, kommentátorokkal ment az egész, tehát meg ugye rengeteg Forma 1-es versenyző, illetve aktív versenyző is ment rajta. De ők is így jártak sajnos, tehát aztán egy ilyen úgymond saját kézben lévő privát sorozat és csapat, mint a Dani, ugye a Sim Racing Company, hát mi aztán sokkal jobban ki vagyunk téve ennek. Amúgy is azért külső terjedéses támadást kaptunk. Bepereljük őket, igazából ilyen egyszerű. Ezt ügyvédeink vannak. Dédoszolták a szervert. Jobbak, mint a Kunoszé, úgyhogy igazából... No, amit tudni kell, borult az idő. Van esélye az esőnek, mint ahogy ugye az a borultságból is adódik. De hogy mennyi, hát az majd kiderül. Egy közepes borultságot mondanék. Ilyen 30-40%-os az égboltnak a borultsága, a felhőzet. Meglátjuk, hogy mennyire lesz esélye az esőnek. Én várom. Srácok is úgy készültek, hogy bármelyik pillanatban lehet. Úgyhogy kíváncsi vagyok. Spában muszáj, tehát álmaim között szerepel egyébként kimenni a Spa 24 órás GT3 versenyre majd. Hát az éven valószínűleg nem jön össze. Egyéb okokból, de jövőre remélem sikerül, és eselnyűt, esőkabátot, illetve melegruhát mindig vinni kell, mert nagyon nagy sebességgel változik az idő, nagyon hirtelen. És mindig lóg az esőlába ugye az Ardennekben. Nem tudom, te szerintem, Gergő, nem voltál még itt velünk tavaly, mert tavaly is volt egy spy versenyünk. És... Tavaly biztos, hogy nem ilyenkor. Azt nem tudom, hogy a közvetítésen velünk voltál-e, de az egy emlékezetes spy verseny volt, mert ott elerett az eső, és az Orúsban a rajtnál hát volt egy kisebb fennakadás. Ennek köszönhetően az eső miatt. Kisebb fennakadás? Hát el tudom képzelni. Igen. Reméljük, hogy ez nem fog ma megismétlődni. Mert voltak rajtgyakorlatok, azok biztatóak. Biztató képet festenek. Letisztáztad-e, hogy lesz-e restart, vagy nem? Ez letisztáztam. Igen, ez mostanában fontos kérdés egyes embereknek. Nem az a, most az AC-sokról beszélek, hogy ott volt egy kisebb malőr ebből, hogy nem volt restart. Nincs restart. Való életet próbáljuk szimulálni.
Igazából mindenkinek úgy kell hozzáállni, tényleg mindenkire ugyan a szabály vonatkozik, restart nincs. Ezt fel kell dolgozni. Figyelj, mivel szimulátorról van szó, szimuláljuk a valóságot. Nekem is ez a nézőpontom. Max Verstappen sem száll ki hogy elrontotta a rajtot, úgyhogy indítsuk már újra. Mi is így gondoltuk. Mi voltunk kevesebben. Azt nem mondanám. Hát azt nem mondanám. Nyilván ugye nem én vagyok a főszervező, úgymond tulajdonos, rendező, stb. Csak egy ember, aki jártatja a száját a versenyek alatt, de ez csak a személyes véleményem, hogyha rajtam múlna, akkor kőkemény valóság. Nincsen hiszti, nincs újraindítás, nincsen rinyálás, nem érdekel kinek fáj a hajatöve, szimuláció van. Egy újítást majd nektek is mondom, ki fogunk próbálni a mai streamben, hogy lesznek facecamok. Nem több eszembe mondom, egyelőre csak egyet sikerült beüzemelnünk, Békefi Tamás fogjuk majd mutatni ilyen kis képernyőben, mikor őt mutatjuk a képernyőn, hogy hogyan is vezet otthon, milyen a környezet. Aha, egy ilyen újításon meg fogunk próbálkozni a mai adásban. Igen, tudom, hogy Tamásnak megvan a cucca hozzá, ugye a kis videósorozatából is látni, hogy az L-hardware-rel fel van szerelve rendesen. Hogy csinálja egyébként, hogy streameli amit, ahogy vezetés, akkor neked egy forráson keresztül be tudod rántani OBS-be? Igen, egy privát streamet ad nekem igazából, amit csak én látok, és akkor azt teszem be a közvetítésbe. Ó, ez baromi jó. Ez... Avagy ilyen a fejlődés. Úgyhogy majd egyelőre most csak egy emberrel, mert azért nekem is van a kapacitásom, nekem is végesek, de majd minél több emberrel is ezt megpróbáljuk majd csinálni. De én azt mondom, akkor próbáljuk is ki, és akkor átkapcsolunk Békefi úrra. Akkor... Nekem is megy a stream a háttérben, most már kíváncsi leszek, hogy néz ki. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy sehogy, mert megállt a képe szegénynek, úgyhogy ezt lehet, hogy még anyagolni kell. Akkor... Na, nála is a technika ördöge dolgozik. Igen, hát ez egy ilyen sport. Lehet, hogy nálam van a probléma, és az élő YouTube-os nem egészen úgy jött össze. Meglátjuk, hogy egyelőre most akkor ez még várat magára. A szépség az egésznek, hogy egy fél órája még működött. Ó, én látom egyébként, de igen, csak egy fix képet most ugrott be a streamemben. Ugye, hogy le van maradva. Valóban, igen, Thomas látom ugye kimerevedve. Közben csöndben megjegyzem amúgy, hogy az élen elég moly csata van. Jelenleg Vajk vezet, de csak összesen 12.000-del fűzi előtt, és Miheller is 3.000-re lemaradva. Csak hogy a versenyről is beszéljünk végre. Térjünk vissza akkor a versenyre, ezt majd még kitérek erre. Majd még mi is rajta leszünk ezen a facecamos dolgon. Szóval eddig ketten, 2.17-en, 2.18-on belül, illetve most Füzi Marcel repesztett egy 2.17-3-at, ezzel az élen van. Őt követi, egészen fél másodszor lemaradva László Vajk, azért az elég tetemes, illetve egy 18-0-val Miheller Dávid. Úgyhogy sajnos nincs most még az a nagyon századokra, ezredekre menő késéles csata, de még elég sok hátra van a kvaliból, még azért egy-két nekifutása, sőt három nekifutása mindenkinek lesz. Meglátjuk, bízom, hogy nagyon szoros lesz az erő, ugye nagyon népszerű a pálya, nagyon sokan szeretik. Emiatt ugye nagyon sokan szokták gyakorolni, viszonylag magas a körszám mindenkinek, aki indul a versenyen, úgyhogy bízom benne, hogy egy szoros versenyt látunk. És ugye 39 versenyző adta le a regisztrációt, most ebből egyet tudok, hogy a Tamás Norbi nem fog rajthoz állni, ő szólt, mert sajnos kormány gondjai vannak. Nem sikerült pedig időre megjavítani, igen. De jó, az elejében szokott menni, úgyhogy igazán sajnálom. 32-en vannak a szerveren, az a maradék 6 verseny, nem tudom, hogy lehet, hogy ők se értek. Vagy nekik hát még nem jött helyre a kunosz. Fene de tudja. Úgy voltak valahogy, felnézek 3-8-kor, nincs szerver, akkor megyek a dolgomra, aztán nem jöttek. Egyelőre Füzi Marcit nézem, de saját magához képest javításban van. Igen, viszont ő nagyon billegett a határon. Egyébként a harmadik helyen Miheller Dávid van jelenleg 4.000-es javításban magához képest. Őt már így belenézeget az 5.000-be is. Úgyhogy ő igencsak benézhet a második helyre.
Igen, most fordul a célra rá, a busz megálló balossikámból kifelé, 5 tized előnyben is. Hú, az annyi idő lesz. 2.17.6.19, tehát egy fél másodpercet hozott körülbelül magához képest. Azzal a láthatósági Ferrarival ez a második helyre elég jelenleg. Üzi Marcel szokásához híven utolérhetetlen. Hát ugye Füzi az előző versenyen ott megfogták, Fazekas Barna legyőzte. Egy nagyon igaz, jó kis igaz. Box taktikával megelőzte a boxban. Úgyhogy legyőzőre talált Füzi Marcel, hát én kíváncsian várom, hogy a mai versenyen mi lesz a helyzet vele. Lehet, hogy már ő is úgy van vele, hogy hát nem akar az első lenni, mert úgy talán izgalmasabb versenye lesz, mert szegényt sokszor nem mutattuk eddig a versenyeken, mert mindig első volt. Hát nem. és nem volt. Unalmasan végigvezetett. Igen. Közben szétnézek én is a hátsó traktusokban. Azok magához képest előnyben van az Pesti Geiger Viktor a 16. helyen. 2.19.6.50-nel. Nála a 16. hely jelenleg is fél másodperc előnyben magához képest. Most fordul a busz megállósikámon, és elrontja a féktávot, és szerintem el is vette a körét a szoftver. Jól ugye lement a pályáról, átment négy kerékkel a fehér vonalon, de még egyszer neki futhat, még sok van hátra, 10 perc, és neki is van ideje még javítani. Illetve Ambrus Petit látom az Aston Martinnal a 6. helyen, aki 3 és 4 tized határán billeg. Viszont ő elég hamar kiautózta ezt a kicsi jelent, most már majdnem fél másodperc néha, hát ő most jött ki a Brüsszelből, és haladunk az eskanyarok felé. Most jön a double gauche, tehát a dupla balkanyar. Majd megyünk a, hát igazából annak a jobbos balos sikánnak két neve is van, ugye Pifpafnak mondja a népi nyelv. A hivatalos megnevezés az Le Fagne, most a franciám sajnos elfogyott, hogy le tudjam ezt fordítani, de... A Pifpaf amúgy mindegy nekem is. Jobban tetszik, Pifpaf, igen, igen, az a népi neve. Aztán, eléggé kifejező. Hogyha Ambrus Petit nézzük, akkor most jövünk jobbra, az első derékszegű jobbos a Campus. És ugye utána pedig a legendás Stavelo, ugye a 14-es kanyar, ami a legtöbb autóval padlógázas, de pont a Stavelónak a kijárata az, ami ahol nagyon könnyen be lehet gyűjteni a figyelmeztetéseket pályáhagyásért. Ugye még Ambrust szépen... nézem. Uh-huh. Ugye most jön a Blanchimont, tépen csak két kerékkel a rázóköven. És két tizedre olvadt az előnye Petinek. Busz megállósikán 4 tized, úgy látszik jó rövidett a féktáv, és meglátjuk, hogy mennyit javít 6. helyről. A negyedikre ugrik elő 2.18.144-jel Peti. Azért... Úgy látom, hogy ezen a pályán elemében van, mert negyedik hely környékétől azért úgy lejjebb szokott lenni Peti, úgy 10-12, ha jól emlékszem. Úgy látszik a Spy pálya, azt tetszik neki, illetve az Astonnak is. A Füzi elért azt a... 357 ezredes ezred.
Amúgy egyelőre nincs eső. Ja, esőt a nap. Most már admin vagyok, melyik az esőgomb? Az nincs sajnos. De úgy terveztem. Én elterveztem, hogy ha esetleg most nem lenne eső, akkor Brandszer sem lesz. Akkor erősebben állítjuk majd a izet. Brandszer eső, hát ahhoz bár sok sikert mindenkinek. Lehet, hogy nem ott kéne inkább, hanem akkor az utolsó nap. Dehogy nem, hát az a ködös Albionban mindig esik, úgyhogy. Na, visszaadom a szót, ma itt is vagyunk egyébként. A brand... gyors összefoglaló, mert... De, bocs, ugye, ezt a brandcheszes esőt még szerintem hallották se többiek, hogy néztem. Hát ma nincs a technika a toppon. Ez ma nincs a technika a toppon. Na, az éről füzi indul. Miheller Dávid a második, Vajk László a harmadik, Kovács Richard, a Mercedes-es Kovács Richard a negyedik. Sőt, várj, ő Roland, ugye? Megint elrontottam szegény nevét. Nem, ő Robert. Roland nincs. Kovács Robert. Robert, igen, Kovács Ricsi a... Mi volt az ő csapatának? A neve várjatok csak. Azt a Drink and Drive. Team Drink and Drive. Ő Kovács Ricsi most nincs. Kovács Robi van. Akkor a Kovács egy. Akkor... Kovács Robi, ő a Baggio. A jó kis Arsenal csapatnak a Baggio csapat színeiben. A piros. Aztán Fazekas Barna, Ambrus Péter, Cinoltel Márton, Antal István a 8., Bernhard Gábor a 9. és Szabó Szabolcs a 10. A top 10-re visszatérjünk. Nézők ott láthatják, hogy a 19. helyen lévő Tóth Zolinál van egy drive-thru, ő azt manuálisan osztottuk ki neki, ugye mert összejött a 8 büntetőpont, és így egy drive-thru jár neki, mint ajándék, amit most a rajt után 3 körön belül kell letölteni. Aud Gábor írta, nem tudom mennyire olvasátok a chatet, hogy átkozta a mai napot, mert nem tud részt venni ezen a versenyen, de nem gondolta volna, hogy ilyen hatással van erre az egészre, hogy a Kunosz is elmegy, az én internetem is megdöglik, úgyhogy közgabi, közgával. Ez egy ilyen elengedős nap, tehát nem szabad foglalkozni semmivel, el kell engedni, és menni előre tovább, ahogy kell. Viszont mivel 32-en vagyunk, illetve a mezőny 32 tagú, én Komis Dániel 16. helyen felülök mögé és felrakom a helikamot, hogy tovább, hogy megint nézem a mezőnek a közepét, hogy hogy alakulunk. Bízunk benne, hogy sima lesz a rajt, bár éppen mindenkinek van helye helyezkedni, van ideje helyezkedni, csak mind a két kezemen az ujjak keresztben vannak, hogy az órózson jöjjön át mindenki szépen rendben, óvatosan, és akkor utána a kemmel egyenesen lehet végig taposni a gázpedált. Minden adott arra, hogy egy jó rajt legyen, mert eső nincs, sőt, még úgy, ahogy süt is a nap. Úgyhogy... Igen, 32 fokos a pálya, és ugye előrejelzés szerint 6 percig nem is várható eső, csak felhők. Hát remélem, hogy ez megváltozik, nem szeretnék senkinek rosszat, de úgy valahogy hiányérzetem lenne, hogyha Spában nem látnék esőt. Azért is jó lenne egy komolyabb eső, mert akkor ott gumicsere és egyebek is bejátszanának, és ez igen, ott azért a box taktika, illetve a kerékcserék azok igencsak meg tudnák kavarni a paklit. Ki meddig bír kimaradni, száraz gumikkal és társai. Igen, meg ugye mindig nagy kérdés, hogy mennyire esik az eső, hogy bejössz-e már esőgumiért? Ha bejössz, akkor mikor jössz be? Nyilván a szerencsén is múlik, de hogyha valakinek van érzéke kereket cserélni a jó időben, akkor nagyon sokat nyerhet vele. Ez olyan még ezen a pályán, ugye, nem volt itt nálunk, ugye, hogy közben elállt volna, vagy megeredt volna az esőverseny alatt, pedig azért én bízok benne, mert azért van egy 5 perces időgyorsítás van, ugye szerveidő szerint délután 3-kor rajtolnak a pilóták, este 8-kor fognak beérni, ötszörös időgyorsítás. Hogy az esély megvan hát, rá. Akkor bízunk benne, mert Spában tényleg úgy szokott alakulni ez az eső, legalábbis hogyha a valóságot nézzük, hogy nézelődsz a pályán, egyszer csak a hegy felett látod, hogy jön a feketesik, pár perc és zuhany. Restartolni nem restartolunk, úgyhogy hát én kíváncsian várom, hogy... Sajnos itt a facecamot még nem tudtuk úgy beüzemelni, közben itt próbálgattam, majd... Úgyhogy ezúton is elnézést kérek Békéfi Tamásra, aki készült itt nekem privát streammel. Majd a következő héten úgyis ott lesz egy szünetünk, ott majd megpróbálok életet lehelni ezekbe a technikákba. Roland... Egyébként Rolandnak, Fehér Rolandnak válaszolva cseten, igen, lesz egyébként több órás futam, ha jól tudom, Dani, valamikor a nyáron lesz egy endurance-unk, igaz? Igen, ha minden jól halad, akkor jövő hét vagy azután lesz a trailer publikálva, ami szerintem igen. Jóra sikerült, és... Az én hangbemmal, csak így.
zárójelben jegyzem. Beérkeztek szerintem a srácok, hogy nem sokára a green flag. Még egy jobbos kanyar. Mi tovább szoktunk menni, tehát ugye érdekessége Spának, ugye, amit látunk most is a képernyőn, hogy nem a rajtszélvonalon rajtolnak el, hanem ugye túlfordulják az első kanyart a... Meg mindjárt mondom a nevét, La Source, bocsánat, kicsit kihagyott az agyam, túlfordulnak a La Source-on, és akkor az Órus felé vezető rövid egyenesben engedi el őket a lámpa. Előfordulhat egyébként, hogy a mezőny hátsó traktusa még itt a La Source-nak a közepén vagy előtte is lesz. Nézzük akkor, Füzi az érről. Miheller harmadik, Vajk, Miheller második, Vajk harmadik. Szerintem annyian vannak, hogy a többség, vagyis a hátsó traktus az a kanyarba fog elrajtolni, talán kanyarból, hát nem. Valószínű, igen. A közepe már bőven az egyenesben van, úgyhogy hát... Éljük túlsászok az orust! És zöld! Hátjunk még olyan hosszú az egyenes, innen látom az mezőnynek az elejét. Az első tizet nézem, körülbelül ott nincs probléma, szépen eljöttek a srácok, hála talán a száraz időjárásnak. Vigyáznak egymásra szépen, szélesen sokan az orusban, nehogy probléma legyen. Át, nagyon szépen eljött a mezőny, úgyhogy köszönöm mindenkinek a biztonságos fejszenzést, és akkor a kemberen végig tapassuk a gázt. Igen, most jön a lényeg, kop, ugye lekopogjuk az előző kijelentést. Igen, ugye a jobbos lekomb az igen, csak szűk, ott még a mezőny közepén van egy kis kakaskodás, de még csak össze sem ért senki senkivel. Előzések, egymás mellett autózás van, de én azt mondom, hogy ez még eddig egy nagyon-nagyon szép, vagy teljesen hibátlan, senkinek még csak egy pici koccanása sem volt. Egyőre most srácok, én az elejét tudom mutatni, mert annyira elkezdett átrendeződni nálam ez a névlista, hogy most nem tudok senkire se kattintani, de mindjárt. Hát igazából akit érdemes nézni, az talán Kovács Robi a negyedik helyen. Rendeződik. Mögötte hárman is ott vannak, vagy csak ketten vannak ott. Egy, vagy valahogy az első három már most egy kicsit leszakadt. Viszont az SRC lehozta élete rajtját, tehát hogy még kocs se volt szint. Hát, ezért érdemes volt a Kunosznak diszkonnektetni minden szervert, és fél órát várni. Ezért hát, ez kellett hozzá, hogy az emberek fejében egy kicsikét leépüljön a ilaköd, akkor azt mondom, hogy legyen. Lehet, hogy ez egy ilyen szokás lesz nálunk, hogy akkor mindig ezt kellene csinálni, majd beszélek a Kunosszal itt, hogy próbáljanak meg valamit. Most hátul a második S kanyarban volt némi csihipuhi. Igen, a 13-as helyre, hogyha kapcsolsz Dani, akkor ott Pessi Geiger Viktor a Stavelóval kifelé nagyon szélesre ment, és Ezes Ádám már el is ment mellette a hátsó egyenesbe, és úgy látom Pessi Geiger Viktor már a második track limitjét gyűjti be két kanyaron belül. És ott van ugye a kék McLarennek G-nagy is, az is próbálkozik ott előzni. Igen, ott eléggé egymás hegyén hátán van most mindenki a busz megálló sikámmal, és Pessi Geiger Viktor ki is jön. Megkapta a track limitet? Ilyen gyorsan, mert ugye... Nem hiszem, hogy egy körön összeszedte. Mert nem láttam DT-t a neve mellett. Mögötte jön Tóth Zoli, az oké, mert ugye neki drive-thru-ja van. Azt most le is lehet, lehet, hogy javítani szeretne, vagy valami nem volt oké a lambóval. Miért jön Pesti Geigerre? Ugye lehet, mögötte kijött egyébként a kick McLaren. Ja, Tóth Zolinak ugye neki drive-thru-ja van a pont verseny, illetve a büntető pontjai miatt. Pesti Geiger Viktor érdekes módon kijött. Pedig nem, én nem láttam, hogy balesetbe keveredett volna Viktor. Lehet lemaradtunk róla, ugye ő a mezőn közepén rajtolt. Bocsánat, lehet, hogy 8. helyen hárman készülnek majd bekanyarodni. A lekomba befelé is Szabó Szabolcs, igen, Szabó Szabolcs a Ferrari-val, viszont Bernhard Gabi ott van a Lexus-szal, ott marad kívülről. Meg is van neki Bernhardnak. És meg is van neki, gyönyörűen és... lefelé, most megyünk ugye le a hegyen a Brüsszel felé, a 180 fokos itt a fordító jobbos. És Antal Listi kívülről. Próbáltam, most hát hangosabbra veszlek titeket, mert annyira kiabálok. Úgy látom, hogy viszont ott Fazekas is a McLarennel megpróbál Listi mellébe szúrni. Még nem lett ennek vége. Az azért még nincs lejátszva a sorrend, az biztos, meg ugye Spában azért jó néhány előzési pont van. Széles is a pálya, nagyon hosszú is, több mint 5600 méter hosszú. Rengeteg kanyarral, sok egyenessel, sok féktávval és előzési lehetőséggel, úgyhogy itt azért lesz bőven izgalom. Már csak egy. Látom, megint begyújtotta a rakétákat, és 1,3 már most vajtna. Már csak egy eső kéne. Hát csak az a baj, hogy láttuk Marcelt ugye esőben versenyezni, és... Hát sajnos vagy nem sajnos, de ott sem lassabb, mint szárazon, tehát...
Igen, a többieknek szurokolok el egyébként a komplett mezőnynek, természetesen Marcelnek is, de a mezőny többi tagjának egy kicsikét jobban, hogy próbálják már utolérni és kapják el. Egyelőre mind a 32 pilóta, ha bár nekem most azt írom, hogy a Pesti Geiger Viktor a boxban van lehetséges. Ilyen sokáig bent volt, akkor lemaradtunk róla, szerintem javított. És azért... Most kijött, most nem... kim van, szerintem Pesti Geiger, így van, most jön ki igen, a box igen, utcából. Ő már jön kifelé, szerintem ő akkor le is tudta a box kiállását erre a versenyre. Boxban még nekem azt jelzi. Így igaz. A igen, Pesti a... Geiger neve mellett mellől elkerült, úgyhogy nem csak javított, akkor már kerékcsere, és ő már nem jön ki többet, az biztos. Igen, ő most már végignyomja ezzel a szettel. Valószínű, hogy javítás lesz egyébként. Szerintem lemaradtunk valamiről, vagy egy tehát olyan sérülése lehetett mind a két versenyzőnek, amit ilyen sokáig tart megjavítani, azért is jöttek ki rögtön az elején. Békefi Tamással, igen, ő vele mi történt? Arra vagyok kíváncsi, hogy remélem, hogy tudja folytatni Tamás igen, a már jön kifelé. Versenyt. Most haladt át a pit vonalon is, már gyorsít is fölfelé a hegyen. Nem könnyíti meg a versenyző dolgát, ugye most hogy a hosszú box utcát használják. Mire ott átjönnek igen, ugye ez az Endurance Box utca, hogy a Forma 1-ben pont nem ez használatos, hanem a rövid ugye, amikor az Órus előtti egyenesen már kiengedi őket a pálya. Endurance-ban kicsit más. Ugye ez azért is van egyébként, mert ugye Spában, ha jól tudom, akkor 75 box van. Viszont ugye ketté van osztva a box utca, ugye a Lesors kanyar az, ami ugye a busz megálló sikámtól a Lesors kanyarig tart a boxoknak az első fele, és a Lesorstól az Órus elejéig pedig a másik, ugye, hogyha ugye Endurance verseny, ugye mind... Szabadba vágok, 16. Nauer, illetve 15-14 Tömmel és Szobó. Elég egy kupacban. Most akkor látom, igen akkor a... Most az élen járó Mercedes meg is csuklik. Tehát a tömör nagyon szélesen. Igen, nem erre a féktávra számított szerintem, és azért próbálta elkerülni az ütközést, ez előveszített pozíciót. Igen, csak ugye a Lexus nagyon megy az egyenesben, aztán meglátjuk, hogy AUR-rel mit tud kezdeni tömör. De ha jól látom, már közelít is a hátsó egyenesben. De ahogy látom, a Blanchi még nem lesz meg. És a Lexus az egy kicsikét vonaglik ott a Blanchimonban, de rendben megérkezik mind a kettők a busz megálló sikánhoz. Akit majd érdemes lesz figyelni így fél szemmel, most csak így a neve feltűnt nekem, hogy Kis Balázs egyenlőre a 18. helyen van, és ő a végéről rajtolt, mint, tehát ő alapból is egy gyors versenyző, de egyelőre ugye azért a végéről indult, mert nem licenszes, de megint rengeteg helyet javított egyenlőre. Igen, ő volt az, aki már az előző versenyen is egy kitűnő futamot futott, igaz? Igen, tehát igen, és ugye... Végül indult ugyanígy, de Nürburgringen is nagyon szép teljesítmény nyújtott, és sok helyet javított. Igen, és tehát pont ezt mondtam neki, hogy ha ezen a verseny is teljesen jól megy, és ilyen ügyes meg, stb., akkor ezért van a licenszosztás, hogy akkor megkapja, mert egyértelmű. Emlékeim szerint a Balázs már közvetítettük, nem? Így van, a Simkónál. A Simkónál volt Formula. Tehát, hogy... És meg nem mondom, hogy három vagy kettő. Nem egy kezdősrác, vagy nem. Kezdő szímezősről van szó. Közben amúgy az élem Michellert írja nekem 0,2-re Vajkra érkezve, tehát második-harmadik helyen csata. Illetve itt a 7., 8., 9. helyen, sőt talán még a 10-et is ide lehet számolni, még mindig nem zárták le Szabó Antal, Fazekas és Szőke ezt a csatát, hogy... Igen, ők már az elejétől, és ugye Antal István nagyon közel Szabó Szabolcshoz. Ugye most jövünk a Pif-Pafba. Aztán jön majd ugye a derékszögű jobbos az Ecole, ugye mint iskola. Érdekesség egyébként, hogy magán a spáji pályán, nem tudom, hogy a helikamról mennyire lehet látni, azért Ecole az a kanyar, mint iskola, mert az az épület, amit most látunk, hogyha őket nézzük a helikamról, az konkrétan egy főiskola. Tehát oda diákok járnak és oktatás folyik, és ott van a pályán az épület. Közben Fazeka sibázott egyet, és itt Szőke Peti elmegy mellette, de ő meg túl szélesre fordul. Azt a valóból kifelé. Elfékezte magát Szőke Peti, és erre egyből lecsapott. Nem, bocsánat, Fazekas fékezte el magát, és erre egyből lecsapott Szőke Peti. Most nézem én is Fazekasékat, hogy nem tud megérkezni egyenesben Fazekas Szőke Petire. Gyors az a
pedig hatalmasat fékezett a McLaren, de annyi tempó előnye nem volt. Aki talán még érdekes lehet, kettővel hátrébb Pómis Dani és G-nagy Ádám. Illetve a Pénzes Ádámot kergetik mind a ketten. Illetve ha már szóba került, akkor Kis Balázs a 18. helyen. Ő is csatázik? Igen, én azt mondom, most nézül egy Lexus maga mögé. Be is ülök. Nem Mitzki Lexus-ert, igen, nem Mitzki Lexus-ert. Be is ülünk, igen, Kis Balázs mellé. Órusba készülnek. Az Órusba befelé meglátjuk, hogy Balázs mennyire kultúrált, de elveszi, elengedi, jól van, úgy látom, hogy rutinos versenyző. Órusba befelé próbálkozni tényleg csak akkor érdemes, hogyha az életed múlik rajta. Meg igazából utána tökéletesen a hosszú egyenesbe be lehet csülni a másik előtted generált menet szerébe. Így van, tehát ugye a kemmel egyenes az nagyon hosszú. Tehát itt már igencsak a hatodik forog régóta, és ugye Anton Gembicki már törte is a szélárnyékot jóval a féktáv előtt, úgyhogy nem is tudott megérkezni Kis Balázs. Meg ugye Lexusnak az egyenesbeli tempóját ismerjük. Podora Box utcában. Sokan voltak kint már az előbb is. Itt Fodor András, opa, igen, és Kis Balázs meg már most, igen, megpróbálja itt a visszafordítóban. A neveket ezt te tudod. Ő kerül. Igen, Brüsszel, ez most a... Hú, ez a Balasvára, csak ezt meg kell nézzem nekem is. A Brüsszel után, annak nincsen neve, tehát az a no-name kanyar, a Brüsszelből a Balos. És most van a dupla bal, de Kis Balázs immáron. Elől. Igen, ezt így kell. Láttam, hogy ő is megbált majdnem bebújni. Igen, szóval, hát ugye... Aztán lecsukta a falat, ha jól fogtam. Igen, a nevető harmadik intézménye az sokszor működhet, hogyha előtte csatáznak, csak aztán vigyázna, hogy te húzz a legrövidebb végét. És lehet ajánlanám az elejét harmadik helyen, mert Miheller most már... Heller? Igen. Igen, a hírás szerint fél másodperc, szerintem ez annál kevesebb. Igen, ők azért már jó néhány, az eleje óta ennyire vannak egymástól. Ugye egy 4-5 tizednél soha nem volt jobban Miheller lemaradva, csak kérdés, hogy... A 4-5 tized az már... Kigyorsításoknál valahogy a Lambó el tud húzni, de aztán a hosszú egyeneseknél viszont a Ferrari elkezdődik. Igen, ugye övé a szélárnyék, csak kérdés, hogy mennyire van közel Miheller, mert ugye a 4-5 tizedes különbség az pont elég már ahhoz, hogy, hogy veszíts némi leszorító erőt az autó elejéről. Tehát, hogyha nagyon sokat... Ugye említettem talán az előző verseny is, hogy nem olyan vészes azért a helyzet, mint egy Forma 1-es versenyen. A leszorító erővesztés, de azért itt is meg lehet sütni az első gumikat, hogyha túlságosan közelmész nagyon sokáig valaki mögött. Elfogyhat az autó alá, főleg egy frontlimites autónál durva ez ugye. Hátraugrottam G-nagyra, és előtte meg Pénzes Ádám ment, és mindketten elhagyták az Órusnál, tehát hogy túlfutott az autó. Érdekes lesz az is, hogy mennyire gyűjtenek össze. Igen, ugye Órusban, Stavelóban, illetve... Tudom, bocsáss meg, csak dobom is fel egyből a kérdést, hogy abban az esetben, hogyha itt beveszi a gázt, de kimegy a pályáról, akkor azt minek számolja a program? A program átlagidőt számol. Tehát akkor működik igazán jól a pálya elhagyós kalkulátor, hogyha nagyon sokszor elmentél már abban a kanyarban. Tehát, hogyha érzed, hogy szélesre fogsz futni, de beleemelsz, és az átlag sebességed, illetve a futott időd azon a pici rövidke szakaszon, a vonalon kívül lassabb, mint az átlagos, akkor semmi baj. Akkor csak elhagytad a pályát, de mivel nem nyertél vele időt, ezért nem büntet meg. Viszont ha tökön passzoljon áttal a padlógázon, akkor nyilván meg fog büntetni. Nekem pont volt tavaly egy ilyen verseny, amikor még megvolt a kormányom, egy 2 órát versenyeztünk a Paul Ricardon, ugye az a leghírhettebb pályát track limit szempontjából. Behoztam a harmadik helyen a 10-akárhanyadikról, mert annyira sokszor elvettem, hogy nem futottam büntetést a mezőny nagy részével ellentétben, ezért be tudtam jönni az elejében. Tehát ha elveszed, és nincs túl nagy lendületed, akkor nem fog megbüntetni a program. Javaslom, hogy kapcsoljatok a 9. helyre, mert Fazekas Barnabás nem adja fel, és ha már ugye Szőke Peti átvette az ő helyét, de megelőzte, de ott van még Szőke Petin, nagyon fazekas. Csak hogy izgalmas legyen, 11, 12, 13 is szépen összegyűl, de majd sikítok, hogyha itt van valami. Egyenre maradok még Szőke Petéket. Fazekas most már nagyon közel.
hogyha lesz türelme, és mögötte tudja tartani végig az órósban, akkor utána a kemmel az övé lehet, mert eléggé közel van most Barna. És ugye Barna, ő már versenyek óta nagy biztonsággal kitűnő tempóban vezeti azt a McLarent, úgyhogy innen is szurkolok neki. Be is ültem. És nagyon, nagyon közel forró szőkéhez. Be is húzom a szélárnyék. Az nagyon hosszú még innen. Csak ugye az Astonnak nagyon jó lett az új bopja. És ugye Péter szőké... Szőke Peti... És túlvéde... Ó, a fenébe! Úgy látszik, abból meg lett a baj. Gyerekek, ezt csak én hallottam, ti nem hallottátok? Mit? Jó a fenébe, de az... Nem, egy ezt szerintem a nézők is hallották, mert az én fejhallgatomból jött, a játékból, bocsánat. Egy hat, mint hogy itt petárdáztak volna mellettem, egy hatalmas robbanás. De ez azt mi volt? Nem tudom, mert a streamet visszanézem. Jó, ezt nézzétek vissza, srácok, írját, ezt majd mondjátok meg, hogy pontosan hol történt itt a chatben. Ez biztos, hogy a chaten is hallották. Lábbis, ha én hallottam, akkor a nézőknek is hallania kellett. Én majdnem felugrottam a székemből, ez nem tudom mi volt. Az arci... Hát... Olyan volt, mint az arcicén belül valaki eldobott volna egy petárdát. De... De ennyire életű ez a játék. Ugye? De mi a... Na, most fog felpörögni a chat. Azt a rohadt életbe. Jövök én is olvasom. Hát ezt nem tudom mi volt. Heller közben amúgy jövődött. 50 kaliberes lövés, robbanás. De tényleg... Eszméletlen volt, de ez nem nálam jött itt a háttérből, tehát ez a játékban volt. A csetesek írják végig, hogy... Azt a rohadt tényleg, ja. Nagy robbanás. Gyerekek, vagy pukkanás. Én nem hallok semmit most. Ennyire? Ez hatam, nekem nagyon hangos volt. Lehet, hogy Szőke Peti és Fazekas Barna akkorát koccantak, hogy az egész pályán hallották a durranást, de... De az volt egyébként, amikor egymáshoz értek, akkor történt egyébként, de hogy ez mi volt, nem tudom ezt ez mi úgy... volt. Hallod, ki kell vágni a YouTube streamből és felrakni a Kolossz fórumra, hogy na, ez erre kössetek görcsöt. Bocsánat, közben viszont Pomis és Pénzes 9.-10. helyen egy 10 vagy 20 másodperces lét, mert itt a télegyenes felé sikerült a Aston Martinnak legyőzni a Mercedes-t. Kiabáljátok, mert én nem hallom. csak egy sipolást hallok. Ja, lehet, hogy kitört nálad a háború? De hát tényleg akkor történt, amikor összeütközött, nem is összeért Szőke Peti és Fazekas. És valaki még azt is hitt, írják a cseten, közben Pomizsékat nézzük egyébként, Pénzeséket, tehát írják is a cseten, hogy azt hitték, hogy direkt tettem be ezt a lövést. Ilyen aláfestő hát effekt, de nem. De még úgy meglepődtem, hogy még nekiálltam csuklani is, úgyhogy elnézést mindenkitől. Na jó van, hát érdekes, ez a nap, ez egy ilyen nap, úgy látszik. Figyelj, ha ezen múlik, hogy jó verseny legyen és vicces közvetítés, én benne vagyok. Jó, ezt a verseny után hallgassátok vissza ezt a 20 másodpercet, mert... Rendben van, 45 perc előtt lesz egy kicsivel, jó. Így jó, amíg... Visszanézem. Amíg ti nem halljátok, addig nem tudjátok ezt átélni, azt a helyzetet. Balázs a 16. helyért csatában. Szabóval látszólag emberére akadt, mert nem engedi maga mellett a Mercedes-szel el olyan könnyen. Egyébként akkor történt ez a hang, most átváltok Kis Balázs belső kamerájába, amikor átkattintottam belsőbre és utána külsőre. Kipróbáljuk újra. Felkészülök. Oké. Okay. Egyelőre... Tömölt is nekem a Ayerhez ilyen 0.051-re írja. 0.4-re nekem, igen, és közel is vannak egyébként, de ők már hosszú körök óta vívnak, de Tömöl még nem tudott elmenni Auer mellett. A közben itt a Mercedes viszont nem... Kis Balázs be fogja tenni. Kívülről az kemény lesz, nem? Kívülről azt a valóba? De aláfordult valamennyire, ha jól láttam, jobban jött ki neki a kigyorsítás. Csak a McLaren az egyenesben az kérdés, hogy mennyire megy. Hát itt jobban járt volna, ha inkább beül a Merci mögé. Valószínű is kirakja a Blanchi vonalőt, de meglátjuk, hogy a busz megállósikában mennyi az, hogy kicsit széles Kis Balázsnak, de szerintem még ez pont limit szem belül, viszont nincs elég közel ahhoz, hogy féktávot tudjon venni. Ha busz megállósikában, bár az Szabó Laci védekezik elég komolyan. Igen. Na meglátjuk, megérkezik hogy Sinolter a Ferrarival hátulról. Igen, ugyanúgy, tehát Sinolter még továbbra is kergeti őket, ugye ez ő ma már hajtja a vizet, hogy ketten vívnak előtte. Közben mutatom azt, amiről beszéltek, csak itt azért vagyok csönd, mert röhögök, mert amiket írnak itt a cseten, ebből egy mém lesz.
Na nézzük csak, mindjárt. A csattanós. Na, ez... Hát a Mercinek van motor ereje, azt már megint bizonyítja. Hát bizony, hogy van. Egy McLarenhez képest meg főleg. Itt a kanyarokban látszik, hogy a McLaren elkezd megérkezni rá, és aztán a Merci az egyenesben meg mutat egy pápát. Hát az a bizonyos 6-2-es V8 szívó. Érdekes egyébként, hogy a Mercedes nem azt a motort használja, ami gyárilag az Mercedes AMG-ben van, tehát a 4.3-as biturbós V8-ast, hanem úgymond a régebbi 6,2 literes szívó V8-at. Hoppá! Csak aztán Szabó alatt megtáncol a Merci. Megijedt, igen, de megfogta. És a Malmedy-ben elmegy Balázs kívülről. Itt a Cinolter. De úgy látom, a Brüsszelben most már marad a sorrend. Ügyesen megfogta Szabó egyébként. Nem is tudta, hogy ott van kis Balázs. Nagy baj lehetett volna, de összeszedte. Ugye Cinolter nagyon szélesen hátul, ez lehet egy track limits neki. Kár, hogy itt nem lehet, mint Twitch-en klippelni. Igen, ennyiben ez, más ugye a YouTube. Ez nagy kár, mert akkor már... Ugye a... Ó, közben nálam elment a stream. Ja, visszajött, oké, csak frissítenem kellett, semmi baj. Elvileg zöldek vagyunk, zöld minden, úgyhogy... Igen, igen, megy minden, csak nálam volt a probléma. Különbségekre vadászok most én is, hát Füzi Marcelőben 10. hely, srácok, Póm is, Dani, G nagy, Fazekas Barni és G nagy, ők ugye csapattársak, úgyhogy... Igen, a két McLaren, de úgy látom, hogy... Fazekas Barna továbbra sem bír Póm is Danival. Ó, de Póm is nagyon elnézte a féktávot, borzasztó későn akart fékezni. Csak biztonságosan jöjjön vissza, de úgy látom, hoppá, hogy... meg is forog. A Póm is most, hát most tovább. Szegény keresi, hogy hogyan... Póm is Dani. Hogyan tudna... Szerintem próbálkozik, hogy hogyan lehetne jól visszajönni, mert jönnek azért ott is. De megoldja. Hát volt ott egy piruett, de legalább visszatalált a pályára. Bár ott azért elment gombát szedni. De most már legalább jó irányba megy. Lemaradtunk róla, de elő közben a Miheller és Vajk László helyet cserélt, így Vajk a harmadik és Miheller most a második. Ó, tényleg. Elképzelhető, hogy igen. Vajk hibázott? Ezt most bevállalom, én a dördülés után én mindenről lemaradtam. Tehát én most így próbálom magam a... Tényleg, én próbálok most észhez térni. Szóval ezt most... Úgy láttam, hogy lehengerlő élmény volt az, ez nektek, ezt bevállalom. Igen, mert azóta is... hatása alatt van. Vajkala csúszkálgattam ugye a Lambó, nem először látom megbicsaklani. Tont ott 11-12 elég sűrűn írja egymáshoz képest. Mindig a Fazekas Barna, Géna, Nagy Ádám, illetve Szőke Péter. Menjünk vissza a Pómizsékra a 19. helyen, mert Pómizs ugye elrontotta, így most hátracsúszott és megérkezik rá Gembinski. Igen, kérdés, hogy ugye mennyire kockázta le a gumiszettet Pómizs Dani, mert amikor csúszol, illetve ugye meg kell fordulnod, forognom, stb., akkor azért lekapod róla a futófelületet rendesen, és ugye emiatt tempót veszíthetsz egy időre, amíg vissza nem kopik normális formába a gumi. Hát. És igen, Pom is erősen szemben, most is letolta az elejét az aszton. Még az a Pető, Pető József kapott egy boxáthajtásos, úgyhogy valószínűleg az... Az track limit. Igen, track limit lesz. Igen. Esetleg, ha mögöttem egy kis morgást hallottok, akkor a kutyán képen a szőnyegen, úgyhogy elnézést. Hát ez belefér. Bálintnál is él a család, meg mindenkinél, úgyhogy ez ilyen. Amíg nem veled élvezkedik, addig volt. Hát, igazából tudnám simogatni, ha itt lenne, de éppen a hátán fetreng egy vastag szőnyeg tepén, úgyhogy... Dani, ez kicsúszott. Ez a hülye. Közben Keresztes Mátyás kérdezi, hogy egyszeres időgyorsítás van. Nem. Ötszörös, azért lehet az, hogy 5 fokot esett 20 perc alatt a hőmérséklet, mert délután 3-kor rajtoltak el a pilóták, és 8-kor fognak befutni. És ugye most már van 3:46, tehát úgymond már majdnem 3 órát jöttünk. Egy ötszörös időgyorsítás. Következőn azért nem lesz ilyen hosszú. Ettől ugye nem változik gyorsabban az időjárás, csak hogy ne viccelj meg a pilótákat, csak ugye ha lemegy a nap viszonylag korán, meg nagyobb tempóban, akkor nyilván a körülmények is egy tikét gyorsabban változnak, de... Ja, hát az igazság, hogy nem reménykedem annyira, hogy lesz eső. Most így nézem az előrejelzést, tiszta ég. 6 percre előre látunk, ugye továbbra is optimum a pálya. 6 percig csak felhők.
meglátjuk. A kis öreg azt mondja bennem, hogy most úgy örülne neki, hogyha az utolsó 10 percre megérkezne egy istenes zivatar. Igen. Hát majd. Én úgy voltam vele, hogy ha itt nem lesz, akkor a következő pályán, de azért Branch Hatch-re lehet, hogy eléggé merész lenne egy esőt betenni. Vagyis hát a Branch Hatch... Értjük. Én sem tudtam kimondani. Branch Hatch, látod, rám ragasztottad, hát. A Branch Hatch esőben, hát ugye angol pályákon azért szokás a víz, mert eléggé sokat esik az eső az egész országban. A Branch esőben az... annak megvan a varázsa azért. Hát oda azért nem árt, ha az embernek a lába között van valami. Egyelőre még én Pum is Danékon vagyok, mert itt az a trió nagyon... Én is továbbra is. Mennek a dupla balban, majd érkeznek nem sokára piff-paffba. Kicsit előri Bauer nézem a 13. helyen, és most nagyon megérkezik G-nagyra. Igen, meg Szőke Peti hibázott, benne ott túlcsúszott a... Piff-paffnál kettővel jártak előrébb. Uh-huh. Az iskolás kanyarnál. Hát egyelőre egyébként csak, hogy az elejét is mondjuk, Füzi Marcell magabiztosan vezet, bár előnyt nem tudott jobb, tehát még nagyobb előnyt nem tudott kiépíteni Miheller Dáviddal szemben. Ez a 2 másodperc az úgy stagnál. Én úgy veszem észre. Illetve... Akkor... Vagy várj, előre rosszul mondom? Nem. Most nekem... Bocsánat, nem is. 10 másodpercet ír a... Jó, ez a baloldali tabella szerintem ez totál fals adatot ad. Vagy az én broadcast illetve. Programom. Meg de nem mondom most melyik. Számot, tehát most a Füzi Marcell és Miheller Dávid közti különbséget nézzük. Igen, az olyan 10 másodperc a helyes. Nekem most frissül. 7,7 volt. 7,7 volt az olyan, most meg elindult fölfelé, az előbb jött lefelé. És szerintem olyan 8 másodperc körül lesz az életve, ahogy a kistérképemben is látom. Szerintem az olyan 7-8 másodperc környéke, hát... Akkor javítom. Is, mindig. Marci. SMS-et tempóban megy. Most 7,8-at. Hát jó, továbbra is nagy tempóban, stabilan, biztonságosan. Én kicsit rákapcsolok szegény autókázon egyedül, legalább mi legyünk vele. Legalább úgy kicsit kerüljön a képernyőre, hogyha már vezeti a versenyt egy fél órája. Be is ülünk Füzinek az autójába egy picit. Igen, srácok, az a kettő az én hibám. Nekem a broadcast 2-t ír, bal oldalon persze, ami a képernyőn van, az 10 van, az a helyes. Igen, nekem is egyébként a broadcast program most megint felszámolt 13 másodpercig, aztán most lement vissza 8,2-re, tehát nagyon nem tudja eldönteni, hogy mi a helyzet azzal a különbséggel. Tehát egy kicsit még így érdekes ez a téma, de se baj. Egy átlag 10 másodperc, hát, 8-10. Igen, még elvileg mindig teszt verzió a broadcast program, tehát ezt nézzük el neki. Aztán nézzük, hogy hol lehet akció. 1 másodperc, 6 másodperc. 16. hely. Szabó Lasz és Gembicki. Még mindig? Igen, az a Pum és Danitól fölfelé, az a 2-es-3-as, ők már egészen a verseny elejétel együtt vannak. Illetve ugye néhányan most már voltak kint a boxban. És pont Pénzes Ádámot néztem, mert ők nagyon közel jöttek egymáshoz valakivel, csak találjam meg, igen, Pénzes Ádám, és mögötte, az nem is G nagy, hanem ki van mögötte? Pillanat, csak inzertelnem kell. Egyelőre én most Szabó Lacit, hoppá, megcsúszik, hát most meg nem mondanám, hogy Gembicki hozzáérte Szabóhoz, nyomunk egy 10 másodperces replayt, na nézzük, itt menek egy, mint hogy a Szabó megcsúszott volna a füvön. És úgy éppen, hogy hozzáért, hozzásimult Gembicki autójához, de hál' Istennek nem törte össze magát, úgyhogy tudja folytatni Szabó. Ez kár volt, pedig szépen autószak egymás mellett. Én is. Jön is be a boxba Szabó, úgyhogy most tölti le, itt az idő úgy érzi de a kötelező kerék cseréjét. Ó, és az nagyon szerencsés volt egyébként, most néztem, hát ugye azt, mivel ott nagy tempóval jönnek, azt a gumiszettet, azt úgy lekockázta, hogy... Kapcsolt is egyből, igen, be is jött a... Igen, kockázat alatt értem azt, hogy ugye nagy tempóval elcsúszott keresztbe. Lassan féltávhoz érünk. Szögletesre kopott a gumi.
Írják közben egyébként, és igen, jogos a felvetés, hogy Kis Balázs a 11. Szabó Rinárd. A 11. helyen látom egyébként, igen. Hát azt tudtuk, hogy Balázs fog menetelni. Mindig az a kérdés, hogy ő mint jelenleg még licenc nélküli hátulról induló versenyző hová fog... Igen, arra leszek kíváncsi, hogyha megérkezni a verseny végére. Megszerzi majd a licenzt, hogy akkor utána már nem kell az utolsó helyre rajtolnia, akkor mit tud, mire lesz képes. Ezt nagyon, erre, ezt nagyon várom már. Nagyon kíváncsi, megmondom őszintén. Reméljük. Füzivel konkurál, mert... Igen, igen, Marcelnak szerintem el kéne azért egy... Igen, félreértésnél mindig úgy jön ki, én nem Füzi ellen vagy Marcel ellen drukkolok, hanem az izgalmakért drukkolok. Igen, a jó versenyért szurkolunk természetesen, tehát... Én személy szerint nem szeretném, hogyha a jelenkori Forma 1-nek a ásítozós unalmába csúszna bele ez a sorozat. Mondjuk gondolom azért Füzi ki tudna egyezni azzal, hogy csak a fele fizetésért elvállalná azt, hogy őt utálja a félvilág. Hát igen, igen, amit ugye a Forma 1-es pilóták keresnek, mint igen, fizetést, igen, hát azért, hogy egy-két évre szívesen cserélnék bármelyikükkel, bár még két hónapra is. Aztán nem hiszem, hogy nagyon pénzügyi gondjaim lennének az élet hátralévő részében. Viszont megkezdődtek egyébként a többségnél a kötelező kerékcserék. Igen, Füzi is, és Miheller is kint van. Így igaz. Meg Vajki is. Most jelenleg az éről Kovács, Ambrus, Bazekas és Kis Balázs az, aki nem volt kint még. Most Kovács Róbert megszerezte a pole pozíciót, és ugye menetel elől. Igen, azt nézem, hogy az első 16 még nem volt kint, legalábbis még nem haladtak át a Box utca vonalon kifelé, hogy zöldre váltsanak is narancsszín 1-es. De egyébként igen, 4., 5., 6., 7., illetve 5-től 11-ig mindenki kint van, illetve a 14. helyen Pómis Dani is. És így ideiglenesen Kovács Robi állt az erre. A Mercedes AMG-vel. Őt követik Ambrus és Fazekas. És egyébként... Eső nagyon nem akart összejönni, Dani, bármennyire hát is nem. Dolgoztál sajnos... azon, hogy bosszút állsz a saját megpróbáltatásaid miatt. Tudtam volna jobban is dolgozni azért az esőn, de kicsit féltem azért, hogy mondom, azért annyira komolyat nem akarok adni, mert hogyha tényleg olyan komoly eső lenne. Az esélyt azért megnöveltük, tehát hogy nem tiszta idő van a szerveren, de ezek szerint ez nem elég neki. Ezek szerint nem elég neki. Érdekes, mert a rajtgyakorlatokon ugye ott esett valahol, tehát... Biztos azért ment akkor ilyen jól viszont a rajt, mert sőben már begyakorolták. Lehet. Hát se baj, ami késik nem múlik. Jön Kovács Róbert is a boxba. És így ugye van egy újdonsült, még nem licenszes pilótán, Keresztes Sándor Krisztián. Gondolkodtam ezen a rövidítésen, tehát Keresztes Sándor, aki elég előkelő helyen van, bár ő még nem volt kint kereket cserélni. Jelenleg az 5. helyen autózik a Lamborghini-ével. És úgy látom egyébként, hogy a licenc pontok azért igencsak repkedni fognak ezen a versenyen, mert annyira tiszta versenyt látunk, ha jól emlékszem, az eltelt 33 perc alatt talán 2 koccanást, hogyha láttam. Igen, ilyen szempontból azért örülök neki, hogy a bajnokság elején még volt egy kis kavarodás egyből, mert hogy a tesztfutamok nem úgy sikerültek, ahogy azt vártuk. Aztán ugye bevezettük ezeket a licenc dolgokat, hogy akkor erről fog szólni ez a pár hónap. És az igazság, hogy most 58 licenszesünk van a 89-ből, de meg lesz, úgy látszik a gyümölcse ennek, és fejlődik mindenki. De ezzel csak is azt irányozunk elő, hogy ősszel már mi csak azt szeretnénk, hogy csak licenszes versenyzők induljanak. Jogos, akkor azt megint benéztem, Keresztes Sándor Kristóf. Keresztes Sanyi. Maradjunk így, az a biztos. Új versenyzőkkel mindig gondban vagyok, szegényekkel.
Én a régiekkel is. Jó, hát az egy mellékes dolog. Bálint. Ezt megszokta mindenki, mindenki tudja. Közben pénzesre a 15. helyen zárkózik fel. Kovács meg Lől, aki most meg a második kapott egy Stop and Go 30-at. Ajaj, az gyorshajtás lesz. Gyorshajtás. És ami itt Stop and Go 30, az igazából szerintem inkább 70. Tehát még itt végig van, szorog az ember. Igen, ugye a leghosszabb box utca a GT3-as versenysorozatban. Akár európai, akár világszinten nézzük. Ugye ez az Endurance box utca, ugye, ahol a 75 box van egymás után, és ott, amíg az ember végigcsorog, hát nagyon sok időt veszít. Közben, ha már pénzes néztük, ugye pont mögé jött vissza kis Balázs. Egyelőre én most ugye, opá, Szabó Szabolcsról nézem, 16. helyen próbálkozik, ki is néz pénzes mellől, és meg is van külsőjében. Azt a vitangát, de szépen csinálta. Igen, Ádám, ezt úgy látszik, kicsit túlvédekezte, vagy még a... Ugye most jött ki Ádám a boxból, tehát lehet, hogy nem tapad még úgy az a Mercedes, ahogy szeretné. Ugye az a 2020-as keverékű gumikat azért kicsit meg kell melegíteni. Hát most kíváncsi leszek, Kovács Robi letölti ezt a Stop and Go-t, akkor hova esik vissza az 5. helyről. Szegénynek ez nem jött jókor, 24 perc van vissza még a versenyből. Hát igazából, hogyha a Kunosz az elején nem halasztja be a szervereket, akkor 10 perc már vége. Hát 10 perc már végeztünk volna, most már az interjúk mennének nagyban. Amik most nem lesznek ugye az idő csúszás miatt. Igen, most azt kiadjuk, mert így is 10-re fogunk körülbelül végezni, úgyhogy ezzel nem Én még azért mindig szurkolok az esőnek, de sajnos nem látom az előrejelzésen, hogy jönne szóval. Nem, az abba bele kell törődj, hogy nem lesz. A macska rúgja. Hát figyelj, ösd le a monitort. Elég drága volt, úgyhogy inkább nem. És láthatod, hogy milyen jól mennek akkor a srácok, mennyire tapad az autója. Úgyhogy ez a hú, de mennek. Nálad esik. 19-es köridők esőben végig, azt a mindenit, hát le vagyok maradva. Közben ott a célegyenesben valaki nagyon lassan ment. Kovács Robi, várjunk csak ki, mert ment el, nézzük csak. Simon István, akkor jól van, nem mondtam semmit, hogy lekörözött versenyző volt, félreállt is elengedte. Viszont a 17. helyen G nagyot próbálja előzni Cinolter. Cinolter és G nagy még mindig, de úgy látom Cinolter... Na most lesz jobb pozícióban Cinolter, belső. Igen, ővé a belső ív, a védett ív. Ádám nem is. Nem csak... Pixírozza, igen. Ez szép volt. Nem, Ádám inkább nem. Kérdés, hogy az orúzsban megpróbálja Ádám. Reméljük, hogy nem. Nem, az orúzs felé, hogyha okos, akkor inkább ott marad szélárnyékban, és akkor a Kemmelnek a végén majd a Lekombba befelé. Igen, meg is érkezik Cinolter mögé. Na nézzük, hogy megy lendületből a McLaren. Amit tudjuk, a Ferrari-nak az új motorra is nagyon erős. Erre az évre. De nagyon ott van mögötte, na most kéne kinézni. Néz ugyan, kívülről ugye már átfelésben a két autó, de nem tudom, hogy kívülről ott tudja tartani. És ez már a mai napon a harmadik ilyen alkalom az előzés a Lekomban, amikor valaki kívülről ott tudta tartani, vagy majdnem ott tudta tartani. Nagyon szépen csinálták a fiúk. És még a Brüsszelbe befelé is védekeznie kell Cinolternek. Géna igencsak nem hagyja magát. Ugye ott a derékszögű balos a no-name. Vigyázni kell a track limittel. Tépszélesen mind a ketten, de az még belefér. Érkezünk a dupla balba. Ez egy negyedikes kanyar, illetve negyedikes kanyar kombináció, mert kettő egymás után majdnem egy íven. Itt ezen a részén azért nehezebb előzni a pályának, ugye a jobbos balos a puff. Harmadikban mind a ketten. Itt már állunk a gázon az Ecole felé. Tép szélesen, és akkor ez innentől a padlógáz végig a Stavelon. Vonalon belül tartják mind a ketten, és fordulunk a hátsó egyenesre. G-nagy viszont nincs támadási közelségben. Látjuk, hogy szélányékben össze tudja gyűjteni annyi lendületet, hogy a buszmegálló sikánban a Blanchéman után megérkezzen, de úgy látom, hogy nem, nincs elég közel.
Kezd lemenni a nap egyébként, azt nézem, hogy már 7:05 van. Igen, és ugye már most 10 fokot hűlt a pálya, tehát 22 fokon vagyunk a kezdeti 32 helyett, tehát meglátjuk, hogy azok a guminyomások és gumihőmérsékletek hogyan alakulnak a mezőnnel. Közben Szőke Petit nézem a 13-en, aki igen. Tamással van komoly illetve csatában. Pénzes Ádámra is megérkezik Kis Balázs. Kis Balázs, igen, együtt vannak szépen. Igen, Balázs, ő menetel továbbra is, ugye már ugye ha ez az előzés összejön neki, akkor már a top 10-ben, bár azért a McLaren szeretném megnézni az egyenes. Na most fog... A Mercedes-szel szemben, de annyi lendület előnye van, hogy ugye Pénzes Ádám nemrég volt kint a boxban, na kívül a Lecomban. Ugyanazt megcsinálják, mint a G nagyék? Betapad a McLaren, de Ádám ugye egy nagyon biztonságos, udvarias versenyző, de még kicsikét lassabban is fordult ott, mert tudta, hogy Balázs ott van kívülről, úgyhogy Balázsnak megvan a pozíció. De Ádám egyébként a box kiállása óta lassabb, ahogy látom. Hát lehet, hogy... Talán a guminyomásokat, nem tudom. Igen, én is arra tippelt, azt akartam pont mondani, hogy lehet, hogy ez a hirtelen hőmérséklet csökkenés megnehezíti a dolgát Ádámnak. Ja, lehet, hogy kiesett kiestek a gumiai abból az ideális nyomástartományból, itt ugye a GT3-as gumikán inkább a nyomás számít, mint sem a hőmérséklet. Viszont, hogyha most ennyire kicsit van egy szuszonási időnk, ha van, szerintem még nincs, mert hát azért Pénzeshez még közeledik Tömöl Tamás. De amíg van szuszonási időnk... Meg ott van Szőke, de szuszogjál gyorsan addig. Szuszogok gyorsan. Ugye csak nagyon gyorsan elhadartam, és nem is volt idő nagyon elmondani, mert Roland kérdezte, hogy lesz-e valami Endurance akármi a nyáron lesz. Méghozzá nem is akármilyen. Az előzetes videó az, ha mindig az, akkor jövő héten ki fog kerülni. Hétvége környékén, vagy utána, ezt majd meglátjuk, mert ugye most már Gergő is elárulta saját magát, hogy ő lesz a szinkron hangja a videónak. Mert Gergőnek van... Közben amúgy itt nagyon-nagyon összek, Szőke megérkezik, nem tudom, hogy őt mutatja még mindig a kamera. Őt tömeléket, igen, ott látjuk. Tömelés Pénzes nagyon összetömörödik. Ebből szerintem Órus környék támadás lesz. Illetve már a... nem, a... Reméljük, hogy... Lászlózban még nem dobta be Szőke. Reméljük, hogy nem fogok hallani most itt, mert ugye akkor is Szőke Peti koccant fazekassal, és reméljük, hogy most nem fogok, igen, olyan hangokat hallani, amit akkor hallottam. Ha lesz valami. És ha jól látom, Kovács Robi most tölti le a Stop and Go 30 büntetését. Hát most szegény vissza fog esni. Jobban fáj, mint valóságban kapott 40 000-es csekk, azon a hosszú-hosszú egyenesen végig szenvedni. És akkor végig a Kemmel egyenesen is közelít az Aston, ha jól látom. Igen, Lexus 20 belülre. Hoppá! Hoppá ott. Nem volt azért túl elegáns ez a, mégis inkább visszarántom a kormányt. Hál' Istennek megúszták. Akkor elkezdett az Aston kifele menni, igen, de hát nem sokon múlott. Ebből azért könnyen összejöhetett volna egy baleset. Mert az új szabályok szerint úgy tudom, hogy most már lehet cikázni, én nem értek vele egyet, én ilyen régi emberke vagyok, hogy ha egyszer ívet választottál, akkor ott kell maradj. Na várjál, milyen új szabályok? Most a való életre gondolsz, mert nálunk ilyen nincs? Való életben, ja, igen, jó, mert nálunk ilyen nincs. Lehet változtatni. De ezek Forma 1-es szabályok egyébként, vagy? Vagy melyik versenysorozatnak a szabályai? Én úgy tudom, hogy Forma 1-ben már lehet, hogy nem az van, hogy sávot választasz magadnak, úgymond sávot, vagy hát ívet választasz, és aztán ahhoz ragaszkodni kell, hanem hogy próbálkozhatsz védekezni azzal, hogy visszaránt elé. Hát nyilván ez a visszarántom elé, tehát nem okozhatsz vele balesetet, gondolom, de hogy is mondjam, én még mindig arra az irára emlékszem, hogy nekem azok voltak a szimpatikusok, amikor betonkeményen védekeztek a Forma 1-es pilóták, tehát ez a nem volt az, hogy egyszer irányt váltottál a védekezés közben, akkor már még egyet nem lehet, mert bocsánat, de ez hülyeség szerintem. Tehát ha tiéd a pálya, védekezz, ahogy tudsz. Hát nem tudom, én meg azzal nem értek egyet, hogy az előttem lévő elkezd föl alá cikázni. Hát nyilván nem cikázásra gondoltam én sem, csak a biztonság és az etika keretein belül védekezni. Hát ez meg egy felettébb relatív dolog. Hát nyilván erre vannak a versenybírák, hogy ők majd ezt eldöntik, hogy mi volt a szabályos és mi nem. Tani, dolgoz. Hát mi megoldjuk, nincs ilyen. És hát kiírásra meg... Mostanában úgyis sokat unatkozom.
Igen, Bálint. Híveset. Köszönöm szépen, ezután én biztos kapom majd a privátokat. Ne foglalkozz vele. Nem, egyébként most már nagyjából rend van és... Összes kijelölése, törlés, egyszerű. És mindenki beletisztázódott, és szerintem mindenki megnyugodott, hogy nincs restart jelen bajnokságban. Később sem legyen, én azt mondom. Én se annyira fixírozom ezt, én se erőltetném, mert... Közben, bocsi, ha megint szőkén maradtok, akkor újra megérkezik. Ó, és most viszont Tamásnak kellett egy nagyot fékezni, hogy nehogy pénzesre csúszol rá. Illetve, igen, tehát Tömöl, ő vérett egy nagyot, mert úgy látom, hogy pénzes Ádám szenved valamiért. Tehát már az Órusból, illetve a Radionból kifelé is... És közben Tömöl lehet, mellé hogy annyira rajt... Fazekas dobta be a McLarent is. Ott az kirakta a könyökét, de nem megérkezett, igen. Az kemény volt, de nálam ez még belefér. Tovább, bocsánat, pénzes nevét kezdtem el üvölteni, miközben ilyen Tömöl volt az, aki csatába ment. Igen, ugye onnan indult az egész, ugye, hogy pénzes már a Radionból kifelé a Kemmel egyenesre fordítva. Közben Fazekas Barna rontja el, és Tömöl visszajön a dupla balosban. Halkan megsúgom, hogy Kovács Róbert csak a 23. helyre csúszott vissza ezzel a 30 másodperces stop and go-val. Az ötödikről. Legfájdalmasabb, hiszem, igen. Biztos vagyok benne, hogy az egy biztos. Ilyen 60 helyett 61-jel gurult be jellegű. Hát vagy ugye vagy ha magyarosított ki, vagy nagyon későn fékezett le ugye a pit vonal előtt, mögött, aztán díjazta a program. Ha jól látom, akkor Kis Balázs Szabóval csatában 8. 7. helyen. Legalábbis az idő eredmények lapján. Igen, Balázs érdemes nézni. Balázs előtt most ugye mennek hárman is. Hoppá! Egy kis kocs! A csatát, mert ugye Szabó Szabolcs elrontotta a buszmegállót és egy kicsit össze is koccantak, de remélem, hogy rendben vannak, illetve Simon Istvánnak köszönjük még egyszer, hogy elegánsan félreállt, ugye ő legközelebb versenyző volt. Egy kis Balázs már a hetedik az igazság, úgyhogy én nagyon kíváncsi leszek, hogy megkapja a következő versenyre a licenszt, ha úgy döntenek a versenybírák, és tudom, ez most hangzik, hogy így magamról egyes szám 30 személyen beszélek, de hát muszáj, mert most egyelőre én kommentátor vagyok, én is veletek. Hát, ha megkapja bár esetleg a helyedben én lehet, hogy beszélnék vele, hogy figyú, még nem adom meg. Ja, hogy... mindig láthatunk egy ilyen last to first-öt, hogy minden stimmel, tök jól nyomod, közben amúgy szőke elészül bevelőzni pénzesnek. Tizedik hely, és Ádám el is engedte, mert pénzes Ádám régóta szenved már azzal az autóval, nem tudom mi lehet, hogy guminyomás számolta, vagy valamit. Gumit nem sikerült, egyszerűen nincs tapadása, tehát Radionból kifelé szélesen, minden féktávon látom, hogy szenved, kigyorsításon szenved, valami nem oké azzal a Mercedes-szel. Szabó Ricsi írja, és jó az észrevétel, bár az igazság, hogy ez előbb jöhetett volna ez az időjárás változás, mert befelhősödött, de... Igen, már csak 12 percünk van, és ugye 6 percre jelez előre a radar. Hát... De jó lenne... Az nem lesz már szerintem versenybefolyásra, ha csak milyen Dompúr jellegű elázik, igen, az egész pálya. Igen, ha csak nem szakad le az ég úgy, ahogy a valóságban szokott Spában, én megmondom őszintén, már nem is biztos, hogy itt kijönnék. Hát ugye 6 percnél nem látok esőt, onnantól még 6 percig az igazából 3 kör, tehát... Viszont a kamerát lehet azt mondanám, hogy tartsuk tovább pénzesen, mert most ez így csúnya dolog, hogy a szenvedését nézzük, de valószínűleg, hogy a mögötte álló Fazekas és Tömöl ugyancsak előbb vagy utóbb. Igen, Barna és Tömöl azért elég erősen menetelnek ezen a versenyen, Ádám pedig szenver, úgyhogy meglátjuk, hogy egyáltalán akar-e majd védekezni. Amíg pénzeséket nézzük, addig akkor gyorsan említsük meg, hogy Füzi Marci maga biztosan vezet. Őt követi Mihály. Lassan már meg se kell említeni itt egy ilyen tizenvalahány másodperces előnyt. Hát de most még védekezik. Kicsit a Hamilton szindróma azért ott van Füzi Marcelnek. Hamilton most büszkén húzza ki magát, hogy Füzihez hasonlít. Kitaláltam, hogy a következő versenyen, ami ugye rendszeres lesz, ott mit fogunk csinálni az eső függvényében. Pénzes lecsúszott az ideális ívről, és így most Fazekas szúrja be a McLarent. Na, az Orúzs, és egymás mellett vannak, szépen elveszi Fazekas. Fazekas udvarias tudja, hogy ott nem érdemes.
meg rátapott, bár a Mercinek ugye van ereje, mint épp az előbb megbeszéltük, de szerintem be fogja húzni. És ugye tömöl hátul pedig dupla szélárnyékban. Na itt lesz Fazekas most izgalmas, ahogy face-to-face egymás mellett. És ott, ott marad a Lekonnak a balasában. McLaren jobban betapad, úgyhogy el tud menni. Szegény pénzesnek. Lehet, hogy meg a Lexus is egy, ezen belül. Ez a kanyar nem, nem lesz a kedvence pénzesnek, mert mindig itt mennek el mellette. Hát ugye itt jön ki a tapadás hiánya. Ugye ez már egészen onnan indul, hogy már az Orosz Radionban kifelé ugye pénzes lassú. És mivel az egyenesben nincs tempója, a Lekon belőtt mindig megérkeznek rá a Kemmel egyenesnek a végén. De valami nagyon nem oké azzal a Mercedes-szel. Nem tudom, hogy sérülés vagy a gumiaival szenved, de nincs meg a tempója, amit szeretne, meg ami kéne. Tömöl fönn egyelőre, nem találja a részt a pajzson. Hát ugye itt a pálya hátsó vagy középső traktusában ugye a kanyargós részen annyira nem egyszerű előzni. Na majd megnézzük a tavalóból kifelé. Ott. Előttük egy lekörözött versenyző lesz? Azt nézem én is. Igen, az Békefi Tomasz. Próbál lehúzódni, igen. Igen, Békefi szépen félrehúzódik. És megyünk a Blanchimont felé, majd jön a busz megálló sikán. És nem, a Lexus tényleg nem ért oda. Lehet, hogy tömöl magasabb leszorító erővel mehet, mert még szélányikban sem találta a tempó pénzessel szemben. Viszont az látszik a féktávon a busz megálló sikán felé, hogy tömölnek sokkal jobban tapad az autója. Igen, tömölnek majd szerintem a Kemmel végén lesz lehetősége próbálkozni, hogyha elég közel tud maradni az Orosz Radion után. Egyébként még mutatom én is pénzeseket, de fél szemem már G-nagy Ádámon van. Mert ott is azért mutat egy... Három helyel később. Kicsi kevés nem, különbséget. Később, illetve a... Szinolter és Auer is. És pénzes Ádám már sokat gyára vágja a Radionnak a tetejét egyébként. És próbál megint belőle húzódni, védekezni. Közeledik. Amit nem értek, hogy égzászlót látok a pályaszél. Jajajajajajajaj. Szerintem az Békefinek szól egyébként hátrébb. És nyugodtan átkapcsolhatunk, Dani, mert egyelőre nincs helycsere. Hát, most akció szépen van. Kivédte pénzes, meg kell hagyni. Igen, tehát igen, itt ahol eddig mindig elmentek mellette. Brüsszeltől itt már azt a valóig nem igazán lesz akció, ha csak nem hibázik pénzes. Két héttel ezelőtti versenyzőként pénzes nagy csatákat mutatott be nekünk, úgyhogy a showt azt mindenképpen ő viszi szerintem már az elmúlt két futamon. Igen, nem biztos, hogy ennek az ember mindig saját maga örül, de hát ha ez van, mi akkor igen. Ez van. Közvetítés szempontjából ez bravúros, meg tökéletes. Valószínűleg annak jobban örül, ha éppen előzget, és azért van képben, mint azért, mint amikor őt előzik. Igen, azért, mert gyakorlatilag 40 percen keresztül szembere gumiai végig, aztán szegénykét varázszák hátulról folyamatosan. Közben Sinolter 3/10-re Auertől, miközben... Tömöl újra lemaradt. Én azt látom, csak az időeredményeket láttam, hogy újra fél másodpercet írt Tömölre. Igen, Tömöl most egy kicsit lendületet veszített. Közel sincs támadási közelségben pénzes Ádámhoz. Közben a 27. helyen Tóth Zoltánnak egy box utca áthajtásos büntetés. Ajaj, szegény már kapott ugye a rajtnál egyet. Igen. Büntetőpontok miatt. Szegény embert az ág is húzza. Illetve Lackó Gergő a 32. helyen írja a boxban, hogy ott van, az egyik bent isünk, de ő már nem tudok rákattintani, őt valószínűleg elveszítettük. Sajnáltam. Előre ugrottam Brusra, mert ő kezd megérkezni a 4. helyen Antal Istvánra. No, akkor nézzük is az élmenőket, mert igen. Így igaz, na. Közel van Ambrus. Az elejében egy kis csata a két aszton. Igen, Ambrus Petire úgy emlékeztem én is még tavalyról, hogy neki igencsak ízlett ez a pálya. És mint látható, igen, csak tényleg megvan a tempója. Be is ülünk kicsit Ambrus Petinek az autójába. Én csak a helikomból nézem őket, nehogy utalérjen a kommentátorátok. A
nagy pisztolylövésre gondolsz? Ez, hát gyerekek, azt ez... nem tudom, a kommentátor álltok-e, az inkább... az Dani hát tudom, minek nevezzem. De, az tényleg, azt hallgassatok vissza, ahogy vége a... visszafogom hallgatni, mert kíváncsi vagyok. Majd holnap munkába bemenetbe teszem telefonról, aztán végig hallgatom addig. Azt szeretném majd kérni, hogy legközelebb viszont, ha lesz ilyen fészkem, akkor azt téged vegyem, mert azt megnéztem volna, amikor hogy felugrasz ültetből, hogy kilő és miért. Nem lennék. Az Endurance versenyre lehet ilyet csinálni, hogy nem csak a versenyzőket, hanem majd minket is mutatni, hogyha valaki esetleg szeretné látni. Hogyan is néz ki egy... Igen, de ha amatőr, már... amatőr kommentátor. Ha már felhoztad az Endurance versenyt, akkor most bár még Ambrusékot nézem, de az előzés nem történt, így megpróbálom gyorsan befejezni, amit elkezdtem még egy jóval előbb, csak aztán... Hoppá! Nem fogom befejezni, mert Antal Isti megcsúszik. Meg egy kicsit, de úgy látom, hogy marad a sorrend, semmi. Semmi extra. Majd az Órus után. Addig gyorsan, van 3 másodpercet. Jó. Szóval a... lesz Endu, oké, na. Bajnokság, igen, bajnokságok vége után lesz egy nyereményjátékos Endurance pilótacserés verseny. Erről majd a részleget mindenki megtudja. Az előzetese az készül, ugye az, ezt is mondtam, az már jövő héten publikálva lesz valószínű, vagy 2 hét múlva. Hőn szeretett Vitányi Gergőnk lesz a magyar hang, mert neki van olyan jó kis mikrofonja, hogy... Hoppá, közben bocsánat. Előzés. Ambrus belső ível próbálkozik. És az meg be is bújik a belső ível. Jajajajaj, Isti. Peti azért egy kicsit szélesre csúszott. Jó, hát visszakerült oda. Nem volt túl szép, nem tudom, hogy visszaadja, vagy nem tudom, bebambult, nem vett észre, hogy mellé ér, de... Nem, igaz, én helikamról néztem, de ott Ambrus Peti megpróbálta betenni ugye a lékomba, a jobbosba, de eléggé szélesre futott, úgyhogy igen. Egy kicsit túlvállalta azt az előzést, mivel ugye Antal Isti ott maradt kívülről az íven. Jó, én ilyen oldalkamerából láttam, és ott hát te fölülről valószínűleg jobban lát, jobban örülök, hogyha nem Isti hibázott. Nekem oldalról úgy tűnt, hogy ő volt, mint aki nem venne tudomásról, hogy ott van Ambrus. Nyilván, hogyha más szögből láttam volna, hogyha több szögből meg tudnánk most nézni gyorsan a visszajátszást, amire nincs lehetőség, akkor meg lenne, hogy pontosan mi történt. Én hirtelen azt mondanám, hogy ugyan ugye Isti védekezett, de kívülre kényszerült, mert bebújt mellé ugye belőle Ambrus Peti, és ott tudott maradni Isti külső íven, hagyott elég helyet, Ambrus Peti viszont egy kicsit túlfickózta a féktávot, aztán belecsúszott Istibe. Maradok Ambrusékon, mert szétnéztem közben a mezőnyben, és nem látok annyira olyan közelséget, hogy abból előzés lehessen. Legalábbis csak nekem valahol ott jártunk, hogy Endurance verseny. Igen, szóval ugye a Gergő a magyar hangban, neki van olyan jó mikrofonja, jó minőségű, és hogy azt tényleg tök jó fölvenni. Egy kis hangeffekt megszerkesztve és teljesen meg lesz a tiszteletet parancsoló mély orgánum is. Úgyhogy az se lesz probléma. És akkor... Hát sokáig mondogatod, még elpirulok. Na, így ugye? Én pontosan erre gondoltam. És akkor kikerül a trailer is. Ami a lényeg, hogy ez egy... Mi egy multiclass-t szeretnénk Endurance-ba. Nálunk ilyen még nem volt. Ami azt jelenti, hogy GT3 és GT4. Tehát nem egy ilyen kis upmukfuk, egyszerű gyorsban megszervezett valamit szeretnénk, hanem egy rendesen előkészített multiclass versenyt, nyereményjátékkal egybekötve. Azt tudjuk, hogy melyik pályán, vagy az még titok? Az még titok. Azért titok, mert még nincs eldöntve. Igazából. Én sem tudom, azért kérdezem, szóval... De... Meglátjuk. Valami közkedvelt pályán szeretnénk azért menni. Lehet, hogy egy szavazást erre mondjuk, hogy a többség mivel szeretne menni, vagy... vagy akkor én már most leadnám meg. A szavazatomat. Hány órásra is tervezzük a versenyt, vagy még az is titok? Még az sincs meg. Elképzelések vannak. Túl hosszút azért nem szeretnék, megmondom őszintén, mert az nincs az ég, hogy azt mi leközvetítsük. A 6-8-10 órásokat az egy... Azért annyira nem, de... Én egy 4 órásban na, egyébként benne lennék. Egy rugóra jár az agyunk, az előző is viszont még januárban volt egy 4 órás.
Tehát egy szavazatom már most van egyébként, Mount Panorama, és még sötétben rajtoljunk, úgy, mint a GT3-as versenyekben mindig. Bálintnak tetszik az ötlet, úgy hallom. Igen, de én szeretem, ha folyik a vér, azt mindig szeretem, tehát az ott fog. Közben csak, hogy visszatérünk egy az utolsó versenyt, egy perc, igen. Küzi Marcel ugye most fordult az utolsó körére. Akkor úgyhogy... Bálint, titeket arra kérlek, vagy Gergő, valamelyikötök, hogy maradjatok Ambruson. Illetve még, nézem még Ambrusékat itt az elején, mert át szerettem volna majd váltani Füzire, hogy azért a befutást azt mutassuk, célbaérést. Igen, Ambrus és Antal is továbbra is egymás nyomában. Dikítok, hogyha itt van valami, hogy addig nyugodtan lehet az utolsó körét nézni Füzinek. Akkor nézzük Füzit a Ferrarival. Ugye sok szó nem esett Füzi Marcelről, mert maga biztosan vezeti a belga nagydíjat. De azért nagyot megy, úgyhogy mutassuk akkor most őt is, lejön ő is kamera előtt. Őt követi Miheller Dávid, majd László Bajk a harmadik helyen. Jött a negyedik helyért megy a csata. Most nekem miért szólt be? Újra Ambrus amúgy beszúr, megpróbálja ugyanott. Most nem annyira bátor, hamarabb megfékezi az autót. És annyira behúzta az autó elejét, hogy Ambrus alatt kicsit meg is mozdult az asztalon, elúszott keresztbe. Pár métert veszített is. Igen, az érdekes befutó lesz, megnézzük, hogy Ambrus Peti tud-e próbálkozni valahol, mert ugye sok van még hátra ebből a körből. Még a kétharmada körülbelül. Én visszakapcsolok addig... Jó, sikítunk. Füzire, mert a Füzi lassan-lassan befejezi. Már még a hátsó hosszú egyenes az hátra van. Már villogtat Füzi, úgyhogy valószínűleg ezt tudja, hogy meg lesz. Érzi valahogy, hogy megnyeri. Villogtat, hogy legalább most mutassatok már, mikor megnyerem a versenyt. Vagy lát mi valakit maga előtt. Szép a lámpám. Hát teljesen nem sötétedett be egyébként. Hát ugye... Azért, mert már 9 óra van szerverén. Június-júliusban futják mindig a Spy 24 órást, amikor még este 9-kor is világos van, főleg Belgiumban, ugye, ami a időzónánknak a nyugati, és most tért be Füzi. Most haladt, tehát így van Füzi a célvonalon, úgyhogy Füzi megnyeri a belga nagydíjat. 6-ból 5. Innen is. 6-ból 5 győzelem. 6-ból 5. Érkezik az Miheller az is. Pont előny igen csak hízik. Lehet, hogy viszont azt tanácsolnám, hogy ugorjunk ide Ambrusra vissza, tudom, hogy itt pár befutót kihagyunk, de az utolsó pár kanyarnál szerintem Antal is védekezik. Miheller második, túlcsúszik a féktávon, nem lesz meg, ez így már nem, ebben a rövid egyenesben már nem lesz meg. Úgyhogy Vajk, harmadik, Antal Isti 4, Ambrus Péter 5. Ez egy szép csata volt egyébként kettejük között. Bernhard Gábor 6. És Kis Balázs jön a hetedik helyen, még nem Balázs, futott a be, hetedik de... helyen. Na, én kíváncsi hát leszek, hogy... Last to first challenge-ből a hetedikre futotta, de... Azt nagyon mondom, remélem, azt mondom, hogy... Ha megkapja a licenszt, Balázsnak, igen, mert akkor én... mit tud kihozni az élen? Erre leszek nagyon kíváncsi a következő versenyeken. Hát azt mondom, hogy az élmenő község fel a felkötni valót, mert lesz mit. Nem tudom, én még továbbra is azon a gyalog, hogy azt kéne mondaniuk, hogy figyú, tök jó vagy, meg megérdemled, meg minden, de nem kapod meg, mert ilyen folyamatos lesz to first-öket nyomsz, és ez tök jó látványos. Szabó Szabolcs 8, Szőke Peti 9, Tömöl Tamás 10. A legtöbb Auer. Előzés biztos, hogy Balázs mutatta be, biztos. Hát biztos, matematika alapján. Ha kéne adnunk valakinek a napversenyzője díjat, én Balázsnak adnám. Hát is kapcsolunk a tabellára, hogy pontosan mik is lettek a befutók. Úgyhogy Tömöl Tamás 9, Auer Zsolt 10, Fazekas, Cinolter, Keresztes, ő is újonc nálunk 12-en, az is egy szép erre. Ő is a mezőny végéről rajtott egyébként, Keresztes Sándor. És a 11-dik lett, tehát az is egy nagyon szép helyezés. G Nagy 12, Pómis, Gembinski, Szabó, Laci, Pesti Geiger, Pikler Balázs, rosszul mondom, most átváltott hirtelen Kovács Róbert a 17-dik, után őt követi Pikler Balázs, és most totál jó, most kapcsolt szét a timetable. Szeretem ezt a programot igen, egyébként. Már lépkednek kifelé a srácok, aztán nem lehet látni a sorrendet. Akkor nem is ez alapján fogjuk mutatni szerintem, de szóval.
A kommentátor szoftver nekem még jó helyen van, azt mondom. Keresztes, akkor most a 14. elvileg, akkor csak így mondom, majd a civilizált az megmondja pontosan. Pénzes, Génaj, Pómis, Gembinski, Szabó Laci, Pesti Geiger, Kovács, Robert a 21. Ugye ő sajnos kapott egy stoppengot, nagyon sokat esett vissza. Pikler 22, Sebestyén Csaba, Földesi, Füzi Barna, Simon Péter, Tóth Zoltán, Békefi, Pető, Simon István, Fodor András, és egy kiesőnk van, Laszkó Gergő személyében. A sajnálom, mert majdnem megvolt a rekord, hogy mindenki célba ért. De igen, legközelebb. Laszkó Gergőt valahogy elveszítettük a versenynek a fele körül is. Nyomtanul eltűnt. Lehet, hogy neki is szegények technikai gondjai voltak, vagy az autóval. Elképzelhető, hogy őt is tájon csókolta a UPC. Nos, hát kereken 10 óra, úgyhogy sajnos ugye emiatt interjúk nem lesznek, mert nagyon túllöttünk az időkereten. Mert ugye nem tudtuk elkezdeni 3-4-8-kor az eseményt, mert nem voltak kunos szerverek, úgyhogy egy 30-35 perccel le voltunk maradva. De szerencsére le tudtuk futni, helyreállt minden. Utána persze nálunk is volt egy kis technikai közvetítői probléma, de az is helyreállt, úgyhogy ez egy, illetve lőttek is nálam. Úgyhogy minden megvolt a mai versenyen, aminek meg kellett történni, az megtörtént. Ettől függetlenül szerintem egy jó verseny volt, eső nem volt. Én közben a verseny benti csetjén látom, hogy Fazekas Barnának pont a végére fogyott ki a benzinje, és betolták a boxba. Ez nagyon szép, nagyon szép. Udvarias volt valaki. És nem a csapattársa volt, gondolom, a G. Nagy Ádám, a kék McLarennel. Nem tudom, csak azt írta, hogy köszöni a betolást. No, hát úgyhogy gratulálunk minden célba érkezőnek, és ugye a top 3 dobogósnak, Füzi, Marci, Miheller, Dávid és László Vajknak. Ezzel Füzi tovább növelte az előnyét, 6-ból 5 verseny az övé. Kíváncsian várjuk, hogy a 7. verseny, ami 2 hét múlva lesz Brands Hatch-en, ott mit tudnak a srácok. Az, hogy lesz első, valamennyi borultság, én azt mondom, hogy lesz, mert hát azért a pálya adottságai, környezeti adottságai az híven azért lesz borultság. Meglátjuk, hogy lesz első vagy nem. Itt nem volt sajnos, nagy sajnálatunkra. Szerintem nincs más hátra, mint elköszönni. Illetve kedden lesz ugye egy interaktív versenybíróság ülés, amit majd este 9-kor tudtok velünk követni ugyanitt a YouTube csatornánkon, hogy akkor is tartsatok velünk. Ettől függetlenül én nagyon örültem, mert nem tudom, ti hogy vagytok vele, Bálint Gergő, de egy nagyon korrekt versenyt láthatunk szerintem. Tehát így a bajnokság végére, amennyit fellőtt a mezőny, az fantasztikus. Bálint az most jött vissza, közben hallottam a recsegést. El sem vettem, most beletszolok, recseg a nélkül is. A start az kiemelkedően jó volt, azt meg kell hagyni, tehát hogy az első körben nem történt szinte semmi. Közben csöndben megjegyezném, felvetni, hogy azt nem tudom, hogy van-e összefüggés, de itt a TeamSpeak-en belül neked egy pisztoly is van az emberke fej mellett, úgyhogy lehet onnan jött a csattanás. Lehet valamire rákanyaköltél véletlenül, aztán bomba. Kitette oda azt? Mert én nem, az biztos. Kinek van még admin joga a TeamSpeak szerveren? Nagyjából mindenkinek, akit a kocsmapukban üdelkedsz, ezt most adjuk. Nem én voltam, ez biztos. Meg nem tudom, srácok, nekem azért az gyanús, hogy pont akkor történt ez, amikor a Szőke Peti meg a Fazekas össze simult, összekoccolt azért. Ott lehet, hogy valami hangeffekt azt mondta, hogy... Nem tudom, de ezt mindjárt visszanézem majd én is, ahogy elköszönünk, mert erre kíváncsi vagyok tényleg, de hogy ez mi volt, mert volt. Nálunk nem volt semmi, ugye. Igen, ezt csak én hallottam, úgyhogy én meg a nézők hallották ezt csak. No, hát akkor köszönjük mindenkinek, aki velünk tartott, még így is, hogy önhibánkon kívül ennyit csúsztunk. Köszönjük a Kunosznak, az olaszoknak. Találkozunk 2 hét múlva Brands Hatch-en. Jövő hét az egy úgymond egy üres hét lesz, ugye pünkös, stb. Tehát akkor szünet, mindenki pihenhet. Úgyhogy 2 hét múlva ugyanitt, ugyanekkor találkozunk. További szép estét mindenkinek, jó éjszakát, sziasztok! Super!
Szép estét, sziasztok!